A januárban alakult Goldmark Quartet első komolyabb bemutatkozása a 18. századi osztrák zeneszerző művének bemutatása volt. A zenekart ifja Farkis Béla első hegedűs, Borsos Péter második hegedűs, Németh Ferenc brácsa és a zenekart alapító Manfred Herbig professzor alkotja. A több mint 10 éve Magyarországon élő professzor régi álma valósult meg a koncerttel. Mi úgy találkoztunk, hogy az Egerszegi Zenekarban húztuk együtt a hangszert koncerteken, aztán beszélgettünk róla, aztán megalakult egy bariton trió, amiben keresett egy hegedűst és brácsást, ez én lennék egy személyben, és akkor ez úgy ideális volt, akkor csatlakozott hozzánk Tünde, ez a bariton trió. Aztán a Manfred tovább szerette volna építeni ezt, és mondta már 3 éve, hogy jaj, csináljuk meg ezt a művet. József Haydn Krisztus utolsó 7 szava a Keresztfán című vonós négyesre komponált tétersorozatait, és aztán nem találtunk sokáig prímást, akit szerzett, lebetegedett, elment. Aztán idén, hál' Istennek, egyszer csak felragyogott az arca, és akkor így mondta, hogy megvan az első hegedűsünk. És igen, és az első hegedűsünk, hát mi január 30-án találkoztunk először, akkor egy keszthelyi fiatal ember, aki egy zseniális hegedűs, és a kollégám Jakovics Árbi mondta, hogy ő kiskorában emlékszik rá, hogy a keszthelyi vonós találkozókon már micsoda ügyes hegedűs volt, és akkor ő lett a mi szerencsénk, az első hegedűsünk, és akkor így állt össze Farkis Béla keszthely, első hegedűs, Borsos Péter, jó magam, Nagy Kanizsa, és akkor Manfred Herbig professzor úr, pedig Balaton keresztúr. És akkor így állt össze ez a vonós négyes. Hát hetente, szombatonként délelőtt szoktunk próbálni. Meg kell mondjam, nekem borzasztóan fájt a hátam az elmúlt 2 hónapban, és mindig, amikor Béla meghúzta a hegedűt, akkor az már egy fél gyógyulás volt nekem aznapra. Úgyhogy egy idő után már nagyon vártam a próbákat. A keszthelyi Farkis Béla hegedűs nevét nem csak a komoly zene kedvelői ismerhetik. A fiatal művész édesapjával együtt alapította az ifjabb Farkis Béla és zenekara neve együttest, amelyen legutóbb Nagy Kanizsán a Fúvós zenekar újévi koncertjén találkozhatott a közönség. Igazából mind a két műfajt nagyon szeretem, játszani, hallgatni is, mindegyikben van valami, amit mindig valami új. A klasszikus zenében ott a szépségét a hegedű való kibontakozást lehet inkább feltalálni számomra, és ugyanúgy a másik műfaj cigányzenébe pedig az öröm, az egy könnyedebb műfaj, ugye improvizálni lehet, mit tudom én, ez egy inkább kötöttebb a klasszikus zene. Ezt tanultam, ugye középiskola, egyetemen, mind a kettőt nagyon szerettem. A romantika korszakának egyik legismertebb zeneszerzője a megváltó szenvedés történetét dolgozta fel ebben a művében. A 7 tétel Jézus keresztre feszítésekor elhangzott szavait jeleníti meg. József Haydnnél minél többet játsszuk ezeket a műveket, én számomra felsejlik az ő
egyre nagyobb zenei nagysága. Ugye gyerekkorban tanultuk, hogy József Haydn, a bécsi klasszikusok, Haydn, Mozart, Beethoven. Jó, én játszottam sok művét, kísértem is szimfóniákat, zongoraversenyeket, vonos négyeseket magával Fertődön játszhattam még ifikoromban, úgyhogy engem ő megérintett, de azért ez, ami itt elhangzik, ez a csodálatos rezgés, ez Pályát ritkító. A Goldmark Quartetet a nagy héten három helyszínen, Keszthelyen, Hévízen és Nagykanizsán hallhatta a közönség.